Színpad 1993-ban alakult még gyermek csoportként. Alapítója Németh József, aki jelenleg is tagja a csoportnak. Azóta folyamatosan járják a színjátszó fesztiválokat, és talán csak egy-két olyan évad volt, amikor nem sikerült új darabot bemutatniuk. A csapat most kezdett bele a negyedik generációba, ez egy friss gimis csapat, új szemlélettel. A mostani darabban is 4 tagból 3-an újonnan érkezettek. Az Alig Színpad 3 népmesét hozott nekünk. A pár éve színpadra állított magyar népmesék sikerén felbozdulva ismét kiválasztottak 3-at, Éhes Gyula 77 népmeséjéből, és ezt itt és most a Büki Sokszín Feszten mutatják be először. Persze előre nem árulták el, melyik 3 népmesére esett a választásuk, így hát tessék csak találgatni. Szerencsére már csak 74 lehetőség maradt. Ami azonban többé már nem titok, az előadás szereplői, Bartaléka Tamás, Nagy Ágoston, Hegedűs Ágnes és Turzó Vivien. Rendező Kampós Csaba. Tengeren túl, az üveghegyen innen volt egyszer egy szegény asszony, és volt annak egy fia. Malacot őrzött, ha őrzötte volna, mert csak kárt csinált mindenütt. Sokára lát egy utat, a vájúján egy fehér galambban. Na te galamb, én téged most megeszlek, mert már mindjárt éhen halok. Ne egyél meg, kiskondás, inkább meríts nekem egy kis vizet, mert szomjan halok. Jót ad helyébe, jót várj. Cserlik, bontik tovább a kis kondás. Szántáson vetésen, tarlón, parlagon vitt az útja. Útjában akkor messziről meglátott egy nagy tavat. Lemegy a partjára, hát látja, hogy a víz szélében megvergődik egy kis hal. Ne mondj semmit. Kis kondás, tovább vissza létszi. Jó tett helyébe! Jót várj! Nézd a halat sokáig a kis kondás! Még ő megsajnálta és visszaengedte a vízbe. A kis kondás bánta már, hogy útra kelt, ám innen már nem fordulhatott vissza. Nagy sokára megint talált egy kutat, a bárműján ismét egy fehér galamb ült.
Te galamb! Most aztán már tényleg megeszlek, mert végem van mindjárt. Könyörgöm, ne egyél meg, kis gondás! Nem látod, hogy éhen veszek? Hát nincs neked szíved! Csak egy picit. Na utoljára aztán mégsem bántotta a kis gondás a galambot? Húzott egy gödör füvet! Maga is nyert egy nagyot! Aztán tovább ment. Nagy sokára, aztán elért a kastélyhoz. A kapuban ott állt a király. A kiskondás oda köszön neki illendően, és a király ezt viszonozta. Lán, szerencsét próbálni jöttél. Hát rendben van. Ám vigyázz igazán, hisz 99 fejtén szíti várom a kormát, s tiéd lett a céd lesz a századik karó, ha nem vigyázol. Már ha addig éhen nem halok. A király ételt és italt hozatott. Másnap, ahogy felkelt, megy be hozzá, csend legyen! A király, hogy bújjék már el, amíg a lánya föl nem kell, mert ha fölkelt, ő előle nem tud már elbújni. Kászálódik a kis pondás, kászálódik. Egyszer csak meglátja az első fehér galambot az ablakán. Gyere csak, kiskondás, majd én elmutatlak. Azzal, mint a szél, egyenest a nap háta mögé repült vele. Közben felkészült a király kisasszony is. Lement a kertbe, leszakította a legszebb rózsát. Eltült egyet a sarkán, s így kiáltott. Gyere elő, kiskondás, látlak, ott vagy a nap háta mögött. Megvirradt a másnap, felkel a kis kondás, és egyenesen a tóhoz ment a kis halhoz, aki aztán levitte őt a tó egyik szögletébe. Gyere elő, kis kondás, látlak, ott vagy a tó fenekém. No, erre már nagyon ideges lett a kis kondás. Lefeküdt, hogy elalszik és kipiheni magát. De nem bírtam sem aludni, sem pihenni. Csak hánykolódott, veckelődött. Másnap virradóra ott lát az ablakán egy fehér galambot. Ne búsulj, kis kondás, majd én elbújtatom. Azzal a galamb egy rózsává változtatta a kis kondást. A kertben már délelőtre minden bimbó gyönyörűen kifeslett. Itt is ott is szebbnél szebb virágok virítottak. Lejön aztán a király kisasszony, és leszakítja a legszebb rózsát. Édesapám, édesapám! A kiskondás úgy elbújt, hogy nem találok rá! Hát dehogy nem, kislányom, hát pördülj még egyet, majd csak meglelem! Perdül talán harmadszor is, negyedszer is! De perdülhetett volna akár még százat is, akkor sem találta volna meg a kiskondást. Akkor a lány kezéből a rózsa visszaváltozott a kiskondássá. Szívem szép szerelme, te az enyém, én a tiéd, ásokat a válaszol emléket! Megölelték, megcsókolták egymást, s akkor a labzit tartottak, és boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak. Egy ember a szamarával hazafelé tartott a vásárból. Némmal, Rozi! A Rozi, gyere van! Nem akaszkodjál a szerelmi! Numa! Gyere, Rozi, gyere! Hát egyszer csak arra ment egy barátpap. Néni valkújjál, gyere! No! Uraforgat! Numa, ne! Jöp! Hülyeim van! Hülyeim van igazán! Végig magad sorol tovább, elve a fenekel, aztán nem lesz valam szabad! Úrra! Ma! Utcu! Áldja meg az Isten minden jóval, kendet! Én ma kocskodj, hát nem van megint, ha megint csak kurralatás! Anyád, keserni! No. Áldja meg az Isten minden jóval, kendet! És akassza fel az első pára a szavarával együtt!
Te Rozi, nekem tudj sentelen kő! Aztán a gazda bement az erdőbe, a szamorat pedig egy fához kötözte. Én voltam gazduram, a Kent szamara, amíg voltam, de most lejárt az időm, úgyhogy visszaváltoztam. Köszönöm a hozzám való jóságát. Íj, az Isten keserít! Háj, de sokszor megvertem én magát, azért a hatom nem ártott az magának. Hát, kedves uram, sok szerencsét kívánok velem! Menjen útjára, s éljen boldogan! Az Isten áldja! Leszette róla a szerszámot, és elengedte. A barátpap azzal egyenesen a vásárra ment, hogy eladja a jószágot, és szint úgy a gazda is, hogy új szamarat keressen. Hanem egyszer csak nem meglátja hát a saját szamarát a vásár. Tisztelendő uram! Hát tudom én, hogy Kent szamár volt annak idején, és megint megjárja a poklot. De nincs az a pénzed a föl, hogy én magát még egyszer megvegyem. Sok szerencsét! Isten áldja! Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy özvegyasszony, és annak egy Mihók nevű szegény fia. Édesanyám! Mi az éles Mihókon? Házasodnék. Hát és kit vennél el? Az Ilókot! Hát menj akkor! Elmegy Mihók Ilókék házához, és adnak neki egy tűt. Elindul Mihók hazafelé, de messze laktak, nagyon elfáradt, lefeküdt egy kicsit pihenni. És a tűt beletűzte egy bogja szénába. Egyszer csak felébredt, keresi a tűt, de hát a széna között csak nem találhatta meg. Édesanyám! Hát szervusz, édes Mihókom! Ilókéknál voltam. Hát és mit vittél nekik? Nem vittem én semmit, ők adtak. Hát és mit adtak neked? Egy tűt, édesanyám! Hallassam! Nem lehet, édesanyám, amikor hazafelé jöttem, betűztem azt egy szénabogjába, miközben leheveredtem feküdni, és az Istenért se találom már meg. Jaj, nem jöltettél, Mihókom! Hát a csákorba kellett volna szúrni! Legközelebb úgy teszek, édesanyám. Azért. Kukurikú! Másnap megint elmegy Mihók lány nézni. Édesanyám! Mi az édes Mihókom? Házasodnék. Kit vennél el? Az Ilókot. Hát mennyi? Mihók mai napon kapott egy hekevasat, ahogy megjelenta, betűzi a kalapjába. Betűzi a kalapjába, de csak nem akart megállni. Húzta, fejét is összeverte, elege lett Mihóknak, és elhajította a szakcsát. Édesanyám! Hol volt a édes? Az Ilókéknál. Nem adta én semmit, ők adtak se gyekevasat ráadásul. Hát és hol van édes Mihókom? Betűztem a csákomba, úgy, ahogy azt mondta.
Ám az csak nem akart megenni, dölt erre, dölt arra, s végül elhajítottam a sárba. Nem jól tettél, édes miókomat, a válladra kellett volna tenned. Legközelebb úgy teszem. Na azért. Kukorikó! Édesanyám! Az a sornál! Iló! Ezúttal kapott egy kis borjút. Belevette egy sárba, a vállára vetette, vitte volna haza, de csak mutatott az abból. Rúgostam vállát, rúgostam a hátát, hát csak elegenet mi óknak, s elhajította azt is. Elsanyám! Milóképnál? Ott! Mit adtak? Egy kis borjút. Hát és hol van? Vállamra vetettem, hogy hazahozzam, de csak nem akart a bestia megállni. Kapálózott, halabbózott, majd még lehajította azt is a sárba. Jaj, mi okom, nem jól tettél. Hát finoman körbe kellett volna kerítened a nyakát, hazavezetned, bevinni a pajtába és szénát vetni elibe. Legközelebb úgy teszem. Kukorikó! Ilók! Elmegy Mihó Pinókéhoz, odaadták neki Pinókot. Jaj, hát ne, bocikám, ne! Ja, ne, bocikám, ne! Hazaérve beköti a pajtába, szénát vetelén. Ne, bocikám, ne! Édesanyám! Mi az édes miókom? Ilókéknál voltam. És mit adtak? Ilókot adták. Na hát, hogy lássam, édes fiam, hol van? Begazadtam a pajtába, szénát vetettem el, íbe. Nem jól tettél, édes fiam! Hát gyorsan menj, éci, rúgass meg! Vesz szép szeleket rá, és hozd be a házba! Igen, szép szelek, szép szelek! Hoppa! Összeszed Mihók egy csomó kukoricaszemet, s felkezdi rá egy Ilókba. Gyere, már rúgnak is előre! Szabad haza! S végül csak megbékítette Ilókot. Csapnak szép nagy lakodalmat, hogy országra szólt a híre. S a lakodalom után felvitték Ilókot és Mihókot a padlásra, befektették őket a szénába. De Ilóknak csak nem tetszett a lényoszója, s lekéreckedett, hogy igyon egy pohár vizet. De Miók nem engedte csak úgy el. Rákötött a lábára egy kötelet, hogy el ne másszon valamerre. Ilók viszont, amint leért, fogta a kötelet, és átkötötte azt egy kecskére. Várt Miók, de Ilók csak nem jött. Lemászott hát Mihók a padlásról, és elkezdte rángatni a kötelet. Mi is anyám? Az jó, az ő megkecskésedett! Mi az, hogy megkecskésedett? Rákörültem a lábára egy kötelet, mikor nem egy pössenteni, el ne veszítse, leérek, hanem egy kecske lábán van. Jaj, és mi jó? Megint hízeleg, hát nem megbékítette megint azt a szerencsétlen lányt. Egybe keltek, és máig is élnek, ha meg nem haltak. Köszönöm.